Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözöllek benneteket, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Jó estét kívánok Máté Lalának, szeretettel üdvözlöm elsőként ismét, és már nem vagyunk egyedül, már több mint 5-en vagyunk. Jó estét kívánok Nikolettnek, Tímának, Sárának, már több mint 15-en vagyunk, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott és nem dobja fel a nevét a Facebook valami ok miatt. Üdvözlöm Borgó barátomat Miskolcról, Blümer Dávidot, gyülekezik a kemény mag, itt van Judit, Csaba. Jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntelek benneteket tegnapi kicsit rendhagyó beszélgetés után. Ugye nemrég ért véget Tubi Svát, Svát hó 15-e, a fák újéve, egy ilyen kis ünnepecske a zsidó kalendáriumban. Írtam is róla egyet ma a Neokonon, nem tudom, hogy láttátok-e, és elfelejtettem feltenni ide a Facebook oldalra, a blog oldalra, de ezt pótolni fogom. Néhány perc, már az előadás után, vagy a beszélgetés után, a tanulás után néhány perccel már fönt lesz az is, az az írásom is, a fák új évéről, ha még hát ha van benne olyan információ, amiről tegnap nem esett szó. És hát most le vagyunk maradva egy kicsit a Jom-Jom tanulással, ugye most már néhány hét óta a Lubavitch Rebbe Jom-Jom című könyvét, nem egy túl vastag könyv, de pont a vékonysága és az eleganciája, pont az eleganciája az, ami különlegesé teszi ezt a könyvet számomra biztosan. Szeretett üdvözlöm Jenő barátomat Miskolcról, Katit, jó estét kívánok Villőnek, a kemény mag tagja, jó estét kívánok Józsefnek, Vitma Józsefnek, természetesen szintén kemény mag, László, ugyanúgy Csaba, jó estét kívánok Évinek, hasonlóképpen Rozália, Klima Dunai, jó estét kívánok, te is itt vagy minden este, jó estét kívánok Imrének, Ács Péternek, természetesen Hevesi Tamásnak, Csabának, jó estét kívánok Zsoltnak, Zsókának, szóval hetek most már pár héttel, és még tulajdonképpen majdnem egy évig fogjuk tanulni még a Lubavitch Rebbe ezt a kis könyvét. Egy év alatt a terveim szerint végig érünk a könyvnek, ugye minden napra egy mese, minden napra egy rövid haszid gondolat, és az a célom, hogy jövő januárra befejezzük az egész könyvet. Én közben ugye a Facebookra mindig kiteszem a tanulás után, mindig kiteszem a törzszöveget. Mi volt a törzszöveg? Sajnos a Facebookon nem lehet külön, nem tudom, kiemelni vastaggal, meg dölt betűvel, stb. A Facebook posztokon ilyet nem lehet csinálni. Szóval oda teszem ki a törzszöveget, és alatta pedig magyarázat van. De talán egyértelmű, hogy honnan kezdődik a magyarázat, és mi a törzszöveg. És mivel, hogy én ezt megcsinálom minden nap, tehát minden nap lefordítom az eredeti szöveg, ami vagy jidisül van, vagy héberül, a változó, a többség jidisül van ezeknek a szövegeknek, de egy jó része héberül van, én ezeket minden nap lefordítom magyar nyelvre, megírom hozzá a kommentárokat, és akkor kiteszem, de ebben az egészben az a csodálatos, hogy egy Word dokumentumban ez szépen mind összegyűlik, és Isten segít, egy kevesebb, mint egy év múlva az egész meg lesz, amikor már csak az lesz a feladat, hogy ezt kiadjuk ténylegesen egy kötéses könyv formájában, talán kemény kötésben, és akkor ez mindenkinek útra való lehet, hogyha egy haszid gondolatot, egy érdekes zsidó, mély zsidó gondolatot szeretne hallani. Oké. Okay. Na most, én azt gondoltam, hogy ma tanuljunk mind a két, a tegnap elmaradt tanulás szövegét is nézzük át, és azt szeretném, hogyha átvennénk a mai tanulás szövegét, tehát mind Svát hó 15-ére, mind Svát hó 16-ára való részt a Lubavitch Rebbe Jom-Jom című könyvéből. Nézzük először a mai részt, ezt csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy miért először a mai, nem véletlenül kezdem először a maival, és csak utána a tegnapival, még akkor is, ha nem így jön sorrendben. A zsidó vallásjog szerint, a zsidó hagyományok szerint mi hétköznap háromszor imádkozunk. Reggel, délután és este, pontosabban sorrendiségben úgy néz ki, hogy este, délután és reggel, vagy este, reggel és délután, mert hát hiszen estével kezdődnek a napok, mint ezt már számtalanszor megbeszéltük. Azt mondja a vallások, hogyha az egyik imát elfelejtett mondani az ember, mit tudom én, elfelejtettél délutáni imát mondani, akkor a következő imában kell pótolni az elmaradt imát. Mit tudom én, ha elfelejtettél reggel imát mondani, akkor délután két, vagy elfelejtett délután imát mondani, akkor este kétszer kell elmondanod az állóimát, az amidát. Na most, melyik ebből a két elmondásból az, amelyik ténylegesen
akkora való, amikor mondod, és melyik, amit úgy hívnak éberül, hogy taslumim, melyik a bepótolás, és akkor mindig az első ima, van lényeg, lehetnek praktikus különbségek is, ez nem csak egyszerű szőrszálasogatás, lehetnek praktikus különbségek is, de az első mindig az a ténylegesen akkora első ima, tehát hogyha elfelejtettél délután imát mondani, akkor este kettőt kell imádkoznod. Az első ima az esti ima lesz, mert az van éppen aktuális, és a második ima lesz csak a taslumim, a bepótolás, amit délután elmaradt ima. Ezért azt gondolom, hogy ha tegnap ennek, vagy ehhez hasonlóan, hogy tegnap nem, ugye Tubisvátról beszéltünk, és nem elmaradtunk a Hájomjom tanulással, ezért azt gondolom, hogy először nézzük meg, mit mond a mai Hájomjom, és aztán nézzük meg, mit mondott tegnap, vagy mi lett volna a tegnapi tananyag, annál is inkább, mert a tegnapi bár hosszú, de viszonylag könnyen érthető. Oké, nézzük csak. A mai Hájomjom, és közben ilyenkor mindig nagyon jól ki tudom javítani a esetleges képelési hibákat, amiket természetesen ejtek, mert hogy nem vagyok tökéletes. Oké. A Svátó 16-ára a következőt mondja a Rebbe. Azt mondja, apám egyszer azt mondta. Mindig, amikor ugye ezt mindig megemlítem, hogy amikor a Rebbe azt írja, hogy az apám, mert a Rebbe, nem, a 7. Rebbe nem saját maga nevében beszél, hanem a 6. Rebbe nevében, akinek az apja meg az 5. Rebbe volt. De lényegtelen, ezt mindig elmondom, mert érdekes. Azt mondja, apám egyszer azt mondta, tehát az 5. Lubavitch Rebbe egyszer azt mondta. A hidegség, azaz a közöny, a hidegség az a közönynek a szinonimája, a hidegség és az Isten tagadás között vékony határ van. Az van írva, mert az örökkévaló a te Istened emésztő tűz. Konkrétan, majd mindjárt elmondom ezt a szöveget, aztán megnézzük a magyarázatot. Tehát az van írva, mert az örökkévaló a te Istened emésztő tűz, ez így van írva Mózes 5. könyvében, az Istenség tűznek a lángja. Tanulni és imádkozni lángoló szívvel kell, hogy minden porcikám ezt mondja. Ez is egy idézet, Dávid Zsoltáraiból, Isten szavát a Tóra tanulás és az imádkozás alatt. Oké. Nos, ugye azt mondja, a Rebbe a következőt mondja. Itt több gondolat van, de mindegyik gondolat nagyon mély és nagyon érdekes. Nézzük először az elsőt. És ez egy nagyon fontos gondolat. Szerintem ez egy olyan gondolat, amivel Ha mélyen belegondoltok, ha jól belegondoltok, akkor biztosan ti is egyet fogtok érteni. A közöny és az Isten tagadás nagyon közel áll egymáshoz. Nézzük meg, a nagyon vékony a határmezsgye, a határvonal a közöny és az Isten tagadás között. A közöny és az Isten tagadás között. Ugyanis mi a logikának a lényege? A logikának a lényege az az, hogy az embernek van egy kötelessége, az egyik kötelessége az, hogy megismerje Istent. Megismerje Istent, megismerje a teremtést, megismerje a teremtett világot, megismerje Isten logikáját, amennyire ezt ember megismerni képes. Úgy van írva a Prédikátorok könyvében, hogy ismerd meg, márpedig te fiam Salamon, mondja Dávid Salamonnak, márpedig te fiam Salamon, ismerd meg atyáid Istenét. Ismerd meg atyáid Istenét. Az embernek van egy kötelessége, ledátet Hashem, ismerni Istent, megtapasztalni, megismerni Istent. Már amennyire persze az ember ezt a véges, limitált kapacitásában egyáltalán lehetséges. Hogy azt mondja a proféta, ezt mindig szoktam mondani ezt az idézetet, ki lo machshavotechem machshavotai, velo drachechem drachai, mert a ti gondolataitok az nem az én gondolatom, a ti útjaitok az nem az én útjaim, ne Hashem, mondja az örökkévaló. Szóval... Szóval az ember nem tudja felfogni Istent. Az ember nem képes megérteni Istent. Nem képes megérteni a teremtett világot sem. Azt, hogy Isten mit miért csinál. De ez nem azt jelenti, hogy az ember nem köteles megpróbálni minden tőle telhető módon megismerni Istent. Hogyan teheti ezt? Hogyan lehet ezt megtenni? A Tóra tanulmányozása által. Ugyanis a Tóra az tulajdonképpen egy kulcsjuk, egy bepillantás az isteni logikába. Ha meg akarod ismerni Istent, akkor nézd meg Istennek a fő művét. Mi Istennek a fő műve? A Tóra. Mondok egy példát, egy hasonlatot, hogy hát, ha egyetértetek velem. Lehavdil. Van mondjuk Mozart. Mozart egy kiváló, egy zseni volt. Mozart egy zseni volt, és egy zseniális zeneszerző volt. Mozart már nem él. 200 éve már nem él. Legalább 200 éve már nem él. Képes vagyok megismerni Mozartot? Tudok vele találkozni? Tudom, hogy meg tudom állapítani azt, hogy ő milyen ember?
hogy ő mit szeret, milyen, mik az érzései, mit utál, mik foglalkoztatják. Én ezt meg tudom vajon állapítani olyas valakiről, aki mondjuk 200 éve halott? Természetesen nem. Ugyanakkor azt nem mondhatom, hogy 2021-ben, 250 évvel Mozart után én nem tudom megismerni Mozartot egyáltalán. Ez nem igaz, ugyanis meg tudom ismerni Mozartnak a műveit, és a művei alapján, a művei által meg tudom ismerni Mozartot magát. A művei, amit alkotott, az alkotása, a művei, az nagyon sok mindent elárul róla. Ugyanúgy egy festőről a festmény nagyon sok mindent elárul, a lelki állapotáról, a kedély állapotáról, az, hogy ő hogyan látja a világot. Ugyanúgy egy költőnek a költeményéből nagyon sok mindent meg lehet tudni, nem csak arról, hogy miről szól a költemény, hanem az, hogy milyen maga a költő. Ugyanúgy Istenről rendkívül sokat meg tudunk tudni, hogyha megnézzük a teremtését, ha megnézzük, hogy mit alkotott. Ha megismerjük azt, hogy mit alkotott, ezáltal valamennyire az ember is képes megismerni Istent. Tehát még egyszer, az ember nem tudja teljes mértékben megismerni Istent, de csak úgy, mint egy művészt meg tudunk ismerni a művei által, ugyanúgy Istent is meg tudjuk ismerni, bár korlátozott mértékben, a teremtése az ő műve által. Azaz, ha tanulmányozzuk a Tórát, ha figyelünk a világra, akkor meg tudjuk ismerni Istent. Ha meg akarod tudni Isten gondolatát, akkor nézd meg azt, ami Istent foglalkoztatja. Mi foglalkoztatja Istent? Ami a Tórában írva van. Ami a Tórában írva van. Mindig persze, amikor azt mondom, hogy Tóra, akkor nem csak Mózes öt könyvére gondolok, hanem a Bibliára, a Talmudra, a Misnára, az összes ehhez kapcsolódó irodalomra. De természetesen szűk értelemben a Tórára, Mózes öt könyvére. Jó, tehát ez az egyik dolog. Az embernek meg kell tanulnia, próbálnia minden lehetséges módon megismerni Istent. Ahogy a példabeszédek könyvében, a Prédikátor könyvében onnan írva van, ismerd meg atyáid Istenét. Oké, okay. Most, hogyha az ember közönyös, ha az embert nem érdekli semmi, ha az ember ignorálja ezt a kötelezettségét, ezt a kötelességét, hogy megismerje Istent, ha az ember közömbös annak irányába, hogy megismerje Istent, az tulajdonképpen egyfajta, az tulajdonképpen nagyon közel áll, vagy akár már súrolja az Isten tagadást is. Miért? Nem két okból. Egyrésztről, mert figyelmen kívül hagyod azt az isteni parancsot, hogy meg kell ismerned Istent. Ez egyik ok, ez a legprofánabb ok, ugye ez egy körkörös hivatkozás. A második ok pedig az, hogy ha nem akarod megismerni Istent, akkor téged nem érdekel Isten, ha meg se próbálod, akkor ezek szerint téged nem érdekel. Miért nem érdekel? Mert azt gondolod, hogy Isten nincs hatással a te életedre, márpedig ha azt gondolod, hogy Isten nincs hatással az életedre, vagy még inkább, ne adj Isten, azt gondolod, hogy Isten nincs is, akkor ez már természetesen Isten tagadás. Tehát valami hasonló lenne a logika. Tehát azt mondja, a hidegség, a közöny és az Isten tagadás között vékony határ van. Nagyon vékony a határmezsgye. Ez egyik gondolat, amit mond a Rebbe. A másik gondolat, amit mond a Rebbe, az a következő. Az van írva, hogy az örökkévaló a te Istened emésztő tűz. Ez hol van írva? Mózes 5. könyvében. Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 24. vers. Úgy szól konkrétan a vers, mert az örökkévaló a te Istened emésztő tűz, buzgó Isten. Az előtte lévő verset is elolvasom, csak hogy kontextusba helyezzem. 4. fejezet, 23-as vers. Őrizkedjetek, hogy el ne felejtsétek az örökkévaló a te Istenetek szövetségét, amelyet veletek kötök, és készítsetek magatoknak faragott képet, bárminek alakját, amit eltiltott neked az örökkévaló a te Istened, mert az örökkévaló a te Istened emésztő tűz, buzgó Isten. Tehát a Tóra maga ad egy szinonimát Istenre, mint egy es-ochelet, egy emésztő tűz. Mint egy emésztő tűz, ez Istennek a szinonimája. Ezért az van írva, hogy Isten egy emésztő tűz, azaz Isten, mint a tűznek a lángja. Mint a tűznek a lángja. Isten, mint a tűznek a lángja. Na most, azt mondja a Rebbe, azt folytatja, a tanulni és imádkozni lángoló szívvel kell. Amikor kapcsolatot akarok kiépíteni Istennel, akkor olyan módon kell azt kiépíteni, hogy ő ezt be is fogadja. Ez hogyan lehet?
ugyanazzal a lánggal, ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal az elhivatottsággal. Ugye a láng, a tűz, magyar nyelven is használjuk azt a szinonimát, hogy az elhivatottság szinonimája, a benned égő tűz, a lelkedben égő parázs. Ugye? Az ember lelkében égő parázs, a lelkében égő tűz, az elhivatottság. Ha azt mondja a Tóra, és ez a költői kép, amit a Tóra használ a Rebe egyik értelmezése szerint, hogy Isten egy emésztő tűz, az azt jelenti, hogy Isten az emésztő jelző, az azt jelenti, hogy Isten rendkívül elhivatott. Az azt jelenti, hogy Isten nem egyszerűen csak lelkes és elhivatott, hanem végtelenül elhivatott. Mennyire végtelenül? Olyan módon, olyan mértékben, hogy az már megemészt, hogy az már felemészt. Estochelet. Isten egy felemésztő tűz. Magyarul Isten rendkívül lelkes, végtelenül lelkes, végtelenül elkötelezett. Amikor pedig tanulunk és imádkozunk, hogy azt ugye Rebe, tanulni és imádkozni pedig lángoló szívvel kell, ugyanezzel a lelkesedéssel, ahogy az ember ezt meg tudja cselekedni, ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az elhivatottsággal, ugyanezzel a belső tűzzel kell az embernek Tórát tanulnia és imádkoznia. És akkor megvalósul az, amit Dávid király mond a Zsoltárok 35. Zsoltár 10. fejezetében, azt mondja ugyanis Dávid, minden porcikám azt mondja, ki volna hozzád hasonló uram, ki volna hozzád hasonló örökkévaló, mert megmented a nyomorultat az erőszakostól, a nyomorultat és a szegényt a fosztogatótól. Ugye, hogy azt mondja Dávid, a lelkem minden porcikája, a lelkem minden porcikája kívánja Istent. Azaz, ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz az esochelet, ugyanaz az emésztő tűz, az az elhivatottság, amellyel Isten viseltetik a teremtményei iránt, ugyanúgy a tőlünk telhető módon kéne, hogy, vagy kell, hogy viseltessünk Isten iránt, amikor Tórát tanulunk, amikor imádkozunk. Tehát azt mondja Rebe még egyszer, hogy az van írva, mert az örökkévaló te Istened emésztő tűz, azaz Isten olyan, mint a tűznek a lángja. Tanulni és imádkozni tehát lángoló szívvel kell, hogy minden porcikám azt mondja, Isten szavát, hogy minden porcikám ezt mondja, hogy megvalósuljon, amit Dávid mond. Isten szavát a Tóra tanulás az imádkozás alatt ilyen módon kell befogadni, ilyen módon kell tanulni, ilyen módon kell kiépíteni a kapcsolatot. Úgy kell kiépíteni a kapcsolatot Istennel, ahogy ő is kiépíti a kapcsolatot velünk. Csak úgy, mint Isten, az Isten emésztő tűz, az Isten lelkesedése, vagy ha úgy tetszik, Isten elhivatottsága, az végtelen, azért az emészt, felemészt, az annak szinonimája, hogy végtelen. Ugyanúgy az ember, amikor tanul, vagy amikor imádkozik, ugyanilyen módon kell viseltessen Isten irányába. Jó? Tehát akkor ez volt a második gondolat, az első gondolat pedig az volt, hogy a hidegség, a közöny, és az Isten tagadás, a kfirá, az Isten tagadás között nagyon vékony a határvonal, azon a módon, ahogy ezt megbeszéltük az elején. Ez tehát a Sváthó 16-ára való tanítása a Lubavitch Rebbe Jom-Jom című könyvének. Oké. Tegnapra mi volt a tanulás? Ami tegnap ugye Tubisvátról beszéltünk, és akkor ez így elmaradt. A tegnapi gondolat az a következő. Amikor az első Lubavitch Rebbe Tóra Or című könyvének második része kinyomtatásra került, a haszidok már tudták, hogy a Cemach Cedek, aki a harmadik Rebbe volt, jegyzeteket és kommentárokat írt az első Rebbe szövegéhez, az első Rebbe könyvéhez. Könyörögtek neki, hogy ezeket az eredeti szöveggel együtt nyomtassák ki, de ő elutasította ezt a kérést, mármint a harmadik Rebbe. Ezt követően azt álmodta, hogy nagyapja az első Lubavitch Rebbe meglátogatta álmában, és azt kérte, kerüljenek be a magyarázatok a nyomtatásba, de a Cemach Cedek ezt senkinek nem mondta el. Csak miután már hárman a fiai közül ugyanezt álmodták, és elmondták neki, azután egyezett bele, hogy jegyzetei és magyarázatai bekerüljenek a Tóra Or második részébe, melyet úgy is hívunk, hogy Likutei Tóra. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, Sváthó harmadikán beszéltünk arról, hogy milyen kalandos körülmények között, vissza lehet nézni, majdnem két hete volt, hogy milyen kalandos körülmények között került kinyomtatásra az első Lubavitch Rebbe Tórához írt magyarázata, Mózes öt könyvéhez írt kabbalisztikus haszid magyarázata. A könyvnek az volt a címe, hogy Tóra Or,
azaz a Tóra fénye. Most a Tóra fénye. Most ugye, ha emlékeztek, majdnem két héttel ezelőtt, akkor arról beszéltünk, vissza lehet keresni, akkor arról beszéltünk, hogy nyomtatási problémák voltak, mert a cári rendőrség és besúgók meg akarták akadályozni, hogy a könyv nyomtatásba kerüljön, ezért a második kötetet, a könyvnek a második részét, az első könyv, az Mózes első két könyvéhez tartozik, a második pedig a második három könyvhöz, tehát a második szegmenst, azt nem sikerült ugyanabban a városban kinyomtatni, hanem egy másik városban került ez kinyomtatásra, és más nevet is adtak neki. Nem azt adták neki, hogy Toraor 2, hanem azt adták neki, hogy Likutei Torá. Likutei Torá az azt jelenti, hogy válogatások a Tórából. Szemelvények, ez lenne a legjobb szó. Szemelvények a Tórából. És ez a Tórához írt, ez az első rebbinek a Tórához írt magyarázata. Most azt mondja a Rebbe, az érdekes történetet meséli el, hogy a Toraor című könyvet, Toraor Likutei Torá című könyvet az első Lubavitchi Rebbe írta, élt az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. Most a könyv kinyomtatásra 1700-as évek végén került. Az ő unokája, a harmadik Rebbe kommentárokat írt ehhez a könyvhöz, de ezeket a kommentárokat, és amikor kinyomtatták a könyvet már az ő generációjában, az unokák idején nyomtatásra került a könyv, akkor a harmadik Rebbe követője, a haszidok, azt kérték a Rebétől, hogy tegye bele ezeket a magyarázatokat az eredeti törzsszövegbe ebben az új nyomtatásban. És a harmadik Rebbe ellenállt ennek, azt nem tudom pontosan, hogy milyen okból, azt nem írja Rebbe, hogy milyen okból állt ennek ellen, könnyen lehet, hogy azért, hogy nem akarta, hogy azt akarta, hogy az eredeti szöveg az különálló módon exkluzíve jelenjen meg, vagy esetleg, nem tudom pontosan, mi lehetett az oka, de bármi is legyen az oka, nem akarta, hogy az új nyomtatásba az ő jegyzetei, az ő magyarázatai is az első Rebbe gondolataihoz bekerüljenek. Egészen addig, míg nem három fia, a fiai közül három is egyszerre azt álmodta, hogy nekik is megjelent az első Rebbe álmukban, és azt kérte, hogy tegye bele a Tzemach Tzedek, a harmadik Rebbe magyarázatait az ő könyvébe. És akkor, amikor a fiúk ezt elmondták az apjuknak, akkor az apja beleegyezett, és bekerültek ezek a magyarázatok a Toraor és a Likutei Torá című könyvbe. Vagy pontosabban a Likutei Torá a második részbe. Erről beszél a Rebbe, ehhez hogy ezt a két, hogy ennek a könyvnek a tulajdonságait megértsük, ahhoz érdemes volt. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a héten. Vasárnap este 8 órakor várlak benneteket, sok szeretettel, nem sokára kiteszem a mai tanulás anyagát is, és természetesen a tubisváti jegyzetemet is. Mindenkinek Shabbat Shalom, mindenkinek békés szombatot, jó hétvégét kívánok, vasárnap este várlak benneteket szeretettel. Ha bárkinek kérdése van, ezen a Facebook oldalon, itt írjatok privát üzenetben. Sziasztok, jó egészséget!